2010. június 7-én, most a kis Robert Felperes tárgyalásán voltam tanúként megidézve, ugye, aminek a tavaly júliusi bajtársiasság napja a tárgya, és hát ezzel a rendőrintézkedéssel kapcsolatban igyekszünk jogorvoslatot nyerni, és hát az ügyvéd Gaudi Nagy Tamás kérésére, idézésére tanúként megjelentem, és elmondtam azt, amit elmondtunk már számtalanszor, hogy egy spontán tiltakozó demonstráción, egy ülődemonstráción vettünk részt. Egy ülődemonstráció a világban mindenhol azt jelenti, hogy a demonstrálók a békességüket, vagy a békés szándékukat, tiltakozó szándékukat erőszaktól mentesen szeretnék kifejezni. Ezzel ellentétben a rendőrség jogszerűtlenül és nagyon durván lépett föl a demonstrálókkal szemben, akik között nagyon sok nő és civil is jelen volt. Több száz ember, talán rekordot döntött aznap az előállítottak száma, nem tudom már pontosan a számot, de elképesztő méreteket öltött, és hát bízom benne, hogy a tárgyalás során végül az igazság kerekedik fölül, és a rendőrség elismeri azt, hogy ez az intézkedés sorozat, ez jogszerűtlen volt. Én a magam részéről azért vettem részt ezen a rendezvényen, két oka volt, hogy a tévéből értesültem arról, hogy mi folyik, azonnal az autóba ültem és oda mentem a gárdisták közé, illetve a civilek közé. Azért vettem részt, mert szerettem volna a szolidaritásomat kifejezni, hiszen a gárda végső soron a saját gyermekem is részben, vagy az egyik szülőatya vagyok. Másrészt pedig úgy abban bíztam, hogy az európai parlamenti választásokon akkoriban alig egy hónapja nyertünk három mandátumot, ennek a pártnak, ennek az európai parlamenti pártnak az elnökeként, ha részt veszek ezen a demonstráción, talán a rendőrség is újra gondolja a feloszlatást és az intézkedéseket, de hát sajnos nem lett igazam, a rendőrség kíméletlenül hajtotta végre jogszerűtlen intézkedését az ott ülőkkel szemben is, és máig adós a magyarázattal, hogy mit tartott ebben a rendezvényben olyan jellegű cselekedetnek, eseménynek, amely ezt a fajta intézkedést kiváltotta. A rendezvényre való megérkezésem után röviddel leültem a gárdisták közé, és hát az ott lévő rendőrökkel nyilvánvalóan szemkontaktust létesít az ember egy ilyen szituációban. A rendőrök többsége póker arccal tette, amire parancsot kapott, viszont volt néhány rendőr, akiknek már sajnos nem emlékszem az azonosítójukra, akik rám mutogattak gunyorosan, mosolyogva, szinte azt egyetlen azt sugalták, hogy nem sokára éleszek a következő is, mint hogyha azt sugalták, hogy nagyon szeretnék, hogyha az engem elszállító alakzatban ők lehetnének azok, akik engem onnan kiemelnek. Aztán ez végül is nem így történt, nem ők kaptak erre parancsot, de mindesetre azért az döbbenetes volt, ahogy mint valami levadászandó állatokra tekintettek az ott békésen demonstráló gárdistákra, és többek között így rám is. Azt gondolom, hogy ami most itt zajlik a gárdistákkal kapcsolatban, meg egyáltalán ezzel az üggyel kapcsolatban, az valahol a jogállamnak a próbája, és tudom, hogy nagyon sok helyen születtek már pozitív, számunkra pozitív felmentő ítéletek. Én abban bízom, hogy velem kapcsolatban is erre kerül sor, és csak velem kapcsolatban, nem minden érintettel kapcsolatban természetesen. Nehéz úgy a jogot követni, meg a törvényeket, hogyha teljesen ellentmondásos és zavaros egyrészt maga a szabályozás, másrészt pedig az intézkedés ezzel kapcsolatban. Én ugye tettem már utalást erre a kormányzatban vitájában az országgyűlésben, és múlt héten pedig levelet is írtam Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy üljünk le, és mint férfi a férfivel, de inkább jelen esetben, mint miniszterelnök egy Magyarországon a harmadik legnagyobb politikai erőnek számító párt elnökével és frakcióvezetőjével, tegyünk pontot ennek az ügynek a végére, egy olyan pontot, ami minden fél számára, mindkét fél számára megnyugtató. Szeretném azt elérni, hogyha végre találnánk olyan jogi szabályozást, ami ezeknek az embereknek a számára is elfogadható, a gárdisták számára is, és a adott esetben a társadalom azon része számára is, akik a gárdával nem szimpatizálnak, de az nem folytatható szerint, ami jelenleg zajlik, hogy olyan embereket, akik az országuk ért, a nemzetükért ingyen, bérmentve, saját lelkesedésükből szerettek volna tenni és szeretnének tenni, ezeket az embereket folyamatosan vegzálják és akadályozzák abban, hogy elvégezzék ezt a tevékenységüket, és ennek különös és szomorú aktualitást ad az, hogy az árvizek kapcsán ugye nincs kellő állami kormányzati erő a katasztrófa megfékezéséhez, és most ugye milyen jól jönne egy ilyen szervezett civil erő, amelyik ezt a tevékenységet elvégzi. Tehát valahol nyilvánvalóan ez nem jogilag nem értelmezhető, meg politikailag is, de a jóisten jelének vélem felfedezni ezt az árvizet, abban az értelemben, hogy rávilágítsa a kormány figyelmét is arra nézve, hogy ilyen civil társadalmi mozgolódásokat vagy mozgalmakat, szervezeteket nem eltaposni kell, hanem inkább segíteni abban, hogy végezzék a nemzetmentő, hazamentő tevékenységüket. Közép és hosszú távon maximálisan optimista vagyok,
hogy rövid távon mennyire, ezt nehéz most megjósolni. Ugye nemrég volt egy kormányváltás, és szerintem a kormány sem igazán tudja még, hogy mit akar, de erre is többször felhívtam már a jelenlegi kormánypártok figyelmét, hogy nagyon-nagyon szerencsétlen dolog volna, és szerintem a saját szavazóiknak az arcul köpése is, hogyha Orbán Viktor fejezné be Draskovics, Gyurcsány és Bajnai elképzeléseit, álmait, terveit, a gárdát illetően.